A Hungária takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. Bízunk benne, hogy ez a racionális döntés előnyökre fog járni, hiszen a 12 takarékszövetkezetben egy nagy takarékszövetkezet lesz. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni. A takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is. Ám a Hungária takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a takarék ügyvezető igazgatója. Ez egy óriási kihívás mind a dolgozók, mind pedig a tagság számára. A dolgozók és az ügyfél kapcsolatát jellemezve azt gondolom a kihívás abban lesz leginkább tetten érhető, hogy megpróbáljuk megőrizni a takarékszövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A Hungária takaréknál és a pénzintézet helyi fiókjainál dolgozó szakemberek már hónapok óta készülnek a magyar pénzszektort alapvetően felpezsdítő fúzióra. Az biztos, hogy itt például Dombóváron egy nagyon erős bázisa van a takarékszövetkezetnek, ebből kifolyólag a takarékbanknak is Dombóváron egy nagyon erős bázisa megy tovább. Az itteni működésünk az mondhatom szinte változatlan körülmények között fog tovább menni, illetve ami változás lesz, az valószínű inkább pozitív lesz majdan a dombóvári közönséget illetően, hiszen olyan banki szolgáltatások jönnek majd még be, amelyek tervek szintjén már felvázolásra kerültek, amik most még Dombóváron nem érhetők el. Tehát ez a változás, én mindenképpen bízom benne, hogy pozitív és kiteljesítő hatású lesz a takarékszövetkezet, illetve a takarékbank működését illetően. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé jár, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária takarék. Dombováron ugye azért hagyományos szakmák is jelen vannak, fémipar, szerkezet építők, tehát azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre, úgy egyre több lehetőség lesz. Ugye a felvonulási épületekből az első építése az június 20-án megkezdődött, és ott a kiírásokat majd folyamatosan végzi az orosz fél. Mindent egyébként egy-két kivételtől eltekintve a fővállalkozó versenyeztet meg. Ennek keretében szintén lehet számítani arra, hogy a 80 létesítmény közül azt a legelsőt is magyar felnyerte, hogy ebbe is akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízevezetés, tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonalási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, hogy értelemszerű az mellény tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be.